Bár Észak-Komárom festői belvárosa turisták ezreit vonza minden nyáron, mégis Dél-Komárom az, amely sokkal nagyobb tőkét képes kovácsolni a turizmusból. Termálfürdőjével, nívós szálláshelyeivel nem csak látnivalókat, hanem minőségi szállást és gasztronómiát is kínál a látogatóknak. Észak-Komárom sajnos tudatos turisztikai koncepció hiány van, mondja a szakértő. Ami a turisztikai potenciált illeti, Duna mindkét partján, a két Komáromról beszélek, hatalmas a potenciál. Tehát van mit nyújtanunk, a presztízzel sincs gond, tehát ha a magyarországi, 10 magyarországi lakosra megszólítunk, és a nyitrai régióban egy történelmi város kell megjelölni, akkor Nyitra után rögtön Komáromot jelölik meg. Talán a kitörési pontokat az jelentené, hogy ha lenne olyan attrakció a történelmi múlton és a csodálatos épületeinken túl, ami véget a turistát, a vendéget itt tudjuk tartani a városban, akár 1, 2 vagy 3 éjszakára, és nem biztos, hogy jó szóval élek, de arra bírjuk, hogy pénzt költsön nálunk. A turizmus erről szól, hogy pénz generál, munkahelyeket generál, fejlesztéseket generál. Dél-Komáromban panziók, szállodák, éttermek és cukrászdák sokasága működik sikerrel. Mindenféleképpen jobb a szervezettség dolgában, illetve nagyon ügyesen meg tudják lovagolni Észak-Komárom hátszelét is, tehát jobban el tudják adni Észak-Komáromot, mint mi. Ezt fájó szívvel mondom, van egy további hatalmas előnyük, hogy egy működő termálfürdőjük van, ami véget már érdemes ott maradni 2, 3, 4, 6, 7 éjszakára, és ezen belül a turistákat kész információkkal várják, illetve szórakoztatni tudják, szabad idejükben akár komáromi attrakciókkal is, Észak-Komáromi attrakciókkal. Köles József szakértő a Pons Danubi LGTC idegenforgalommal foglalkozó konferenciáján tartott előadást. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie o cez hranicu v prihraničnom regióne Pons Danubí, Crossing Borders by Information in the Pons Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Pons Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Pons Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.